No, hát szép jó napot kívánok mindenkinek, szép délutánt, kora estét kívánok mindenkinek. Eljött ez a pillanat, és amikor is jön Monaco, egy legendás pálya, közben töltöm a telefon, legendás pálya, de közben egy rohadt nehéz pálya. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel végig tudok menni. Igazából... Az elmúlt két futamon, főleg az előző futamon az én hibámból, spanyolon azért elcsesztem. Bakuba is elcsesztem, bár ott azért kicsit erősebb volt, ahogy jól az ainál, de Spanyolországban egy nagy lehetőséget dobta be, olyan fettelesen. Nem? Gyerekek, tehát ez el volt. Én most Altef néztem ki a practice program alatt. Az nagyon fasz a Dávidom. Úgyhogy indítom is a dolgokat, vagyis hát átadom. Én magamat meg kitoljuk ide oldalra. Mondom, kitoljuk ide oldalra. Aj, ne, rend a lelke mindennek. Így. Sziasztok, sziasztok, mindenkinek üdvözletem, sziasztok. Miért jaj nekem? Hát majd meglátod. Ne érj a falhoz, igen. Bubcuszkás, szép napot. Van elvileg Máté setup. Berakjuk. Jaj, na nézzük! Hatodik futam következik, a legendás monakói pálya. És hát két négyes futam után illene már valamit összehozni, de hát itt pont Monakóban nagyon-nagyon nem lesz könnyű dolgom. Hamilton vezeti 10 ponttal a tabellát, amit láthatjátok. Legalábbis remélem, látjátok, jól van. Szóval Hamilton vezeti a tabellát 10 ponttal, utána jön Vettel a második helyen, Raikkonen a harmadik, Ricardo 4, Bottas 5, Verstappen 6, Alonso 7, Magnussen 8, Grosjean 9 és Carlos Sainz a 10. Mi pedig Leclerc-kel ott a 12. és 13. helyen. Kezdődik kialakulni az erős sorrend, egyedül Alonso McLarennel, aki nagyon bele ott, hogy mondjam, ilyen kaktojásozik, ha lehet így szépen fogalmazni a 7. helyen. És meglepetés, ugye a Force India, a Perez és Ocon, ugye ők is elég gyengélkednek. Na, folytassuk karrierünket. És lássuk Monakót. Én alapból Monakót szeretem. Annak ellenére, hogy nehéz pálya, én valamiért szeretem. Még jobban szeretem, mint... Congratulations on your success in the invitational event. Mint Bakut. És azért leszünk nagyon nagy bajba, ugyanis, ha megnézzük a unitjainkat, még azok aránylag jó izében vannak, bár én visszarakom az előzőeket, a practice-t azzal végezzük el, viszont a gearbox az nagyon-nagyon nincs jó állapotban. Szóval... most nagy kérdés, mert még a practice-re még el vagyunk. Practice gearbox-szal. Viszont... magára, a versenyre, mindenre 58%-ossal szoros lesz.
szoros lesz, én azt mondom, hogy nagyon szoros lesz, de meglátjuk, jó? Hogy hogy lesz, mint lesz. Jöjjön a practice. Hát még ha eső lesz, akkor még hülyét kapok. Welcome to Monaco for this weekend's Formula One Grand Prix. It's a race that is truly steeped in history, but before the drivers turn their attention to winning, they first need to get through today's tricky practice session. Tricky, tricky, tricky. Ricardo. Ha, mi a jó vicc a ponttal, érdekes, utána vigyolgott úgy. Carl probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. No. Se tuppoljunk egyet. Ez jó lesz így. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudunk összehozni. Egy nagyon jó tapadó és gyors autó kell. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. Elnevezzük úgy, hogy Sauber Monaco. Jó, köszönöm szépen Máténak továbbra is a setupolásokat. Kilépek hozzátok. Futamról vélemény, már itt Levi kérdezi. Na, elmondom gyors akkor a véleményemet a futamról. A Ferrari nem lesz bajnok idén. A Ferrari jelenleg meg se érdemli, hogy bajnok legyen, amíg ez a két pilótája van. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert Räikkönen, akárhogy is nézzük, idős már, villantani úgy, hogy tud, lásd, ma én azt mondom, le a kalap előtte. Nagyon jó futama volt, a gumik kibasztak vele, de alapjában véve már akkor is elszállt fölötte az idő. Vettel pedig egy forrófejű, nem átgondolt fejjel megy neki egy versenynek. Látszik, hogy amikor nagy a teher rajta, amikor bizonyítani kell, akkor nem tudja ezt már visszaadni. Tehát nem tud koncentrálni. Engemet fölhívott egy kollégám, hogy Hamilton, mondjuk ő belőle ömlik a Hamilton utálat, tehát ez nagyon inkább csak a gyűlölet elvakítja. Én azt mondom, hogy valamilyen szinten, tehát versenybaleset volt, de ezt a versenybalesetet Vettel okozta. És mondom ezt Ferrarisként. Azért mondom azt, mert Vettel, de egyébként ezt megfigyeltem, és biztos most is sokan fogjátok mondani, hogy akkor te Mike, te nem is lennél jó versenyző. Lehet. De bazd meg, 53 körről beszélünk. Nekem nem mondja már a senki se, amikor jön egy ilyen gyors, csiki-csuki kanyar, akkor bazd meg, és picivel előrébb van, látszik, hogy valamiért gyorsabban berakta a Hamilton, jobban váltott, vagy jobb szélárnyékot fogott, vagy tudja az apja fasza, hogy miért volt ott abban a pillanatban, vagy gyorsabb. És ott mellettem van, akkor egy picit vagy elengedem a lábamat a gázról, vagy egy picit nyomok egy kis féket, hogy menjél bazd meg, és majd utána megpróbálok utolérni. Tehát ez a akkor se engedlek el, mert én vagyok a Vettel. Ez nem. Ez nem. Ez ugyanazt eljátszott a Vettel, csak hamarabb, mint tavaly Szingapúrba. És innestől kezdve a Ferrari nem lesz bajnok. Lehet, hogy konstruktőrbe össze fogják majd csipegetni úgy, ahogy, de nem, de világbajnokként ismét Hamilton lesz. És megmondom őszintén, a németországi, amikor box, 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 na, stay out, tehát boxból kijövetelbe
kijött ugye a Hamilton, és semmi büntetés nem kapott. Onnantól kezdve nálam a Merci egy unszimpatikus lett. Hiába nem a Merci tehet róla, de az egész F-ja is, hogy ez ennyire nem lett megbüntetve. De mégis ennek ellenére azt tudom mondani, hogy Hamilton megérdemli azt, hogy bajnok legyen, mert Vettel pedig nem. Tehát egy versenyzőnek nem így kell versenyeznie. Értem én, hogy vérverejtékkel, meg apa anyait bele kell adni, de ésszel. Nem ilyen forró fejűen, hogy az első 3-4 kanyarba bazd meg, főleg ilyen szűk kanyarba, azért se engedem el, mert majd nekem találjon ki. Én, ha látom, hogy már ennyire, de nem az, hogy ennyire előrébb van, nyomok egy kurva féket bazd meg, hogy jóval menjél, jön még egy csomó hosszú egyenes, láthattuk, hogy a Ferrari azért tud erőbe menni egyenesbe, akkor majd akkor elkapom. Mi a fasznak kell neki ennyire erőlködni, ennyire izélni? Tehát azért így van, mikor Kimi visszaelőzte Hamiltont. Így van. Vagy nem is tudom, a Bottas. Bottas is volt olyan, hogy bemehetett volna, ő inkább befékezett, és inkább úgy volt vele, jó van, bazd meg, menjél, mert kész. Miért lett a Bazsi kitiltva? Tehát, szia, Vili. Azért, jó. Tehát, én azért mondom, hogy így van. Régen is volt kerék a keréken, csata, Subi és Alonso között, de ott ilyet nem láttál, baszki. Ott tisztelték annyira egymást, hogyha úgy volt, hogy na, nem kockáztatták egymás versenyét. Mert akkor legyen önző, de akkor legalább sajátját ne kockáztassa. Főleg ilyenkor, amikor kellenek azok a kurva pontok. Tehát, bocs Ferrarisok, és lehet engem mondani, hogy én nem vagyok Ferraris, ez ugyanúgy az arzálás elmet a picsába, de nem, én ezt így látom. Addig, amíg Ferrari meg Räikkönen van, vagy Vettel meg Räikkönen van a Ferrarinál, addig nem. De nem lesz jobb, Bazsi, nem lesz jobb. Valahogy én nem tudom, én nekem tavaly óta Vettel unszimpatikus lett, egy agresszív, forrófejű, aki el volt szállva a Red Bullos korszakában, ő volt az első, a Jani, aki megközelíti a legendát, Mihály Schumachert, és akkor hú, Hamilton meg a béka segge alatt volt, igen ám, de most a Ferrari eleinte a kocsival baszt el, de tavaly is meg lehetett volna a Ferrarinak és Vettelnek, és most is meg lehetett volna a Ferrarinak meg a Vettelnek is. És ez a baj, ezért nem bajnok már 2 éve a Ferrari. Mert igen, a Merci is elismerte tavaly is, hogy azért meg volt szorongatva az a tök. Meg volt. És most is meg van szorongatva, csak ilyen két hülye versenyző van, aki meg mit tudom én, eszi a jégkrémet, nem tetszik ugye a dolgok, stb. Meg honestly, meg blue flag. Mindegy, én nekem ez a véleményem, ha tetszik, ha nem tetszik, nem lesz a Ferrari bajnok. Vagy ha konstruktőrben épp, hogy összehozzák, de valahogy nem látom azt, nem érzem Vettelbe azt, hogy izébe is bajnok lesz. Egyébben. Már nem lesz. Na nézzük ezt a legendás pályát. Majdnem 3-2-re nyertek. Laci megmentette a csapatot. Lassan jött, hogy mire fogadjuk. És azért még kell három
üzét elvenni tőle. Looking good. Hatos kop, nem tudom mikor lesz, nem től, nem annyira tőlem függ. So far, our fastest lap is a 1 minute 17.8. Hát bazsikám, egy kicsit le vagy maradva, mert már semmi FIFA, semmi F1 bajnokság nincsen, már rég bezárt a MGL. Mick Schumacher, így van, én Mick Schumacherbe bízok, hát ha esetleg ő valamit tud mutatni, hogy az apjától örökölt valamit, mert jelenleg én nem látok bajnoki inspiráns versenyzőt a Ferrari-nál. Fettelbe bíztam egy kicsit, mert na ő talán valami, de így nem. Az a baj, ez egy kicsit úgy fölbaszott most ez a futam, mert ez Fettel baszta el. Még a gumik is valamilyen szinten a Ferrari ellen voltak, de akár föl is jöhetett volna a dobogóra. Azért nem közepes keveréket tette föl, de hát ezek szerintem nem figyelted a futamot, ezt megmondta Weber, és nem mertek kockáztatni. Nem merték azt csinálni, hogy... Hogy... Hát jó, Vandor meg Leclerc előtt vagyok itt igazából. Mert nem tesztelték, nem volt idejük, nem bíztak abban, hogy jó lesz az a gumi is. Szia Alfa, szia. Szia Tilk! Nagyon szépen köszönöm Marcelnek, Cartmannek és Ryannek a követéseket, királyok vagytok, érezzétek jó magatokat. Küldjed a setupot, Tilkem. Aztán most pont úgy is olyan érzék érnek. Bár az a baj, hogy... Eléggé gyengucka közékkel megyek. Steamen küldj egy agyat. Hogy valahol bosszantóba vagyok, vagy most úgy fölbosszantott ez a futam, mert
mert lehet, hogy Hamilton így is úgy is megérte volna, de ha nem lett volna a Ferrari, ha nem lett volna a Vettelnek ez a baromsága, akkor azt mondom, hogy oké, a Ferrari megtette, amit akart, most valamiért a gumikezeléssel nem tudtak úgy bánni, hogy kellett volna, de így azt mondom, hogy megint Vettelen ment el az egész. Monaco, ugye? Igen. Quick note about tires. Just bear in mind we have to return the two most worn sets at the end of this session. They're gone forever at that point, so be careful how and when you use them, and don't waste any sets that you might need later on. Slevi, köszi szépen a követést. Nem néztem a BL csoportokat, majd mondom őszintén. Nagyon remélem egyébként a FIFA 19-ben végre valahára megcsinálják azt, hogy nem kell tökölni a valós csoportbeállításokkal. Mert régen mindig az volt, hogy úgy ráment a realistic drawing, próbált egy hasonló csoportbeállításokat csinálni, amikor karriert kezdtél, de figyelj, közelebb volt az eredetihez. Ja. Még nem kaptam. Nem kaptam meg a setupot. I know it's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. Ne legyen 4, hát aztán itt ezen a pályán meg pláne nem ígérhetem, Kocsi. No. Kaptam setupot. 10-11. Az eddig is így volt, igen. 65-100. Igen. 251. Na ez teljesen totál más setup. 0-5. 5. 0-20. 3-3, 11-7-3, az ugyanaz maradt. Fék 89-53. 23-4-27. És a vejt. 1-11-7-1-3. Az cuki. Hetesen hagynám a ezért, jó? Sauber, Monaco, Tilk. Ma volt meg úgy itt, hogy Tilk spanyol, mindegy. Köszi szépen Tilk, mindjárt megnézzük akkor, hogy ezzel mit tudunk. Úgyhogy ez a pályán szar. Igen. De ez az, hogy ne kelljen beállítani Bazsi Backi. Tehát ne az legyen már, hogy azzal tököljek, hogy valós csoportokat kapjak még, hanem akkor állítsa be alapból defaultként a játék majd. Jó! Na jöjjön a Ers Management-tel is szórakozzunk. Utolsó lettel futam, az jó. Szia Tihi!
good pace on that lap, and energy management is looking A-OK. Jó vagyok, mi zöldbe. So far our fastest lap is a 1:14.9. A váltó meg nagyon a végét járja. Szerintem most nem lesz P3, mert akkor átrakják majd ezt a váltót, a másik váltót. Hogy jöhet a qualifying pace, most ezeket lenyomjuk. Nem is néztem az időjárás, gyerekek. Jó, hát felhős lesz, de... Azt mondod, a balasztot vigyük föl 8-ra. Nézzük. Jaj. Ki fogom cserélni? Nyilván ki fogom. Tehát most ez az előző practice. Tehát a practice miatt van csak. A váltót viszont nem. Azt az a kockáztatom, mert innen nem akarok hátulról indulni a Sozier. Jó. Jöhet a qualifying pace. Na nézzük, mit tudunk összerakni. Nagyon hamar felvált itt. And a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and... Húj! Oh, Leclerc miatt már nézzétek. Jó. Lejöhet a stratégia.
siyasi heyecan. Oo. Oo, üres bırak tamam o tuvalet. Úgy megadom. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. You've nailed what we asked for. Keep it up. Ooh. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Yeah. Nem értek egyet, Agent. Én az előbb elmondtam a véleményemet, szerintem Fettel volt a balfasz. Ismerik kell az autóra féket is. Tehát... Our best lap so far is a 1 minute 12. Nem, ez a Ferrari Fettel Räikkönen, nem, nem érdemlően, hogy bajnokok legyenek. Mert abban a pillanatban lett volna még 52 kör Fettelnek, hogy abban a szűk kanyarban egy kis féket nyomjon, mögé megy és mehet tovább minden. Ennyi az egész, ha egy kicsivel nem ilyen forró fejű. Jó. Jöhet akkor a Practice 3. As all the cars are now over the line, your top three again. Hát ez jó lenne meg összehozni. And a Sauber. That concludes an interesting practice session. Let's hope. Practice 3, nem. Nem akarom, mert ott visszarakják a motort.
Hát, jó, ebbe is van igazság, de ha én látom, hogy ő valamivel mégis kijebb van, és Hamilton valamivel kijebb volt, meg ha már Hamilton ezt megteszi, akkor gondolhatta volna, hogy ott se fogja elengedni. Nem tudom, mindegy. Én szerintem ez ugyanaz volt, mint Szingapurban, és hogy Vettel az első körökbe túlságosan el akarta érzéni. Tudja, igazából Hamiltonnak kevesebb veszíteni valója lett volna most, mint most Vettelnek. Vettelnek van egy kis esze, akkor azt mondja, hogy jó, a bazeg beraktad kívülről, ilyen agresszív voltál, menjél, majd hátha erőből egyenesbe visszahozom. Tehát, hát nem tudom. Én, jó, megint egy virtuális játék, megint más, és megint más egy valóság, de én amikor a srácokkal játszok, és rengetegszer volt ilyen, amikor, hogy egymás mellett mentünk, én sokszor voltam, hogy jó, van, menjen kis fék, mögé mentem, mehet tovább. Tehát nem kockáztatom se a sajátom, hogy se a másiknak a helyzet. Mindegy, én nem üzélek ezen. Én akkor is azt mondom, hogy Vettel és Räikkönennel nem lesz bajnok a Ferrari. Ha a konstruktőrben lesz is az épp, hogy összecsipkedve, de szerintem Vettel nem fogja. Nem tudom. Mert az megint más, hogyha Vettel ott marad, és akkor utána végig így megy, de utána mégis a gumikezelés miatt ugye kopnak jobban a gumik a Ferrari, ez látható volt, ezért vesztik el Gilles Hamilton az első. Ez megint más lett volna, de így azt mondom, hogy Vettel magának köszönheti. Amennyire, ha belegondoltok, amennyire a Mercedes meg a Hamilton savazta az évbe a Ferrari-t, hogy fú, hát nem értjük, hogy a Ferrari miért ilyen gyors, megnézzük az autókat, hát vajon, hát nem tudjuk, de valamit tud a Ferrari, mennek ezek a burkolt utalások, hogy hát ennyi, meg kéne az FIA-nak nézni a Ferrari-t, és ennek ellenére ilyenkor a Ferrari kusba van, mosolyog egyet, nem vág vissza. Na most ugyanezt kellett volna Vettelnek is agyilag is, hogy jó, oké, menjen haver, majd akkor izomból, erőből valami, ahol tudlak, megelőzlek. De nem egy csiki-csuki kanyarba, főleg az első körbe. Ennyi. Na, Practice 3-om télen-nyáron. Én szerintem azt kiskippelem, de előtte berakjuk a motort, vagy visszarakjuk a motorot. Az Alcatraz-t. Jóval jobbak legyünk a futamon, meg az időmérőn. Gearbox, hogy áll? Igen, most már ez van berakva. Fejleszteni nem tudunk. Jó. Jöhet az időmérő. Menj be, plusz 25 pont. Jó van, az a 25 már. Mindegy. Későn olvastam, Martin, de kösz azért. Good luck this session, nem lesz eső. Jó. Oké. Niki túlságosan nyugodt? Kérdezi Dávid. Túlságosan nyugodt van? Az attól függ. De miért? A suli miatt kérdezed? Igen, tiltek egyetértek, hogy igazából Vettel már tavaly a szingapúri nagydíjon, amit művelt, ugye, azt is saját hülyesége miatt esett ki a Ferrari, meg most ugye Németországban, hogy nyomta neki, mint a hülye, nem tudott rendesen koncentrálni, kivált a sódrájba, Vettel 0, Hamilton 25. Tehát jelenleg ez a különbség van meg. Ha ott legalább egy kicsi pont lett volna, legalább ott is harmadik, második helyen behozza, akkor most nem itt tartanám. Ne, mindegy. Ja, csak hogy elhatozol, azt kérdezi, hogy azért egész nyugodt vagy-e. Figyeljétek meg, lehet, hogy 10 perc van. Ne, szarjáték! Föl kell, Jó, az elmegy. gyerekek. Hát majd 8 után valamikor, ahogy én ezt befejezem, utána jövünk Rainbow Six-el, aztán meg lehet este megint majd én folytatom a búvárkodást a Subnautikába. Nyomjunk swinget. Nem, így jó a haja miatt. Ja? Ne menjen már rá. Akkor várj, én magam felé hozom, mert én viszont szar se érzem belőle. Vendünk kéne ilyen izé. Még hosszabbítod meg. Nagyon közel. Akkor esetleg oda rakni úgy. És akkor úgy jobban. Na, akkor meg én fogom fel. Na mindegy.
Nyolc után mi sem leszünk nyugodtak, azt mondod? Lehet. Igen, Agent, de valahol látod, neki jön ki a lépés. Ő ezzel egy jót mosolyog, hogy ő C-sel, ugyanezt játszott el Rosberg-el. Ő C-sel csillagos ötösen csinálja azt, amit csinál. Csak ilyen téren kéne Fettelnek is visszavágni, hogy jó van haver, hát vetetted, jó, a tapsika jön, de majd utána meglátjuk, hogy az egyenesbe, amikor megyek mögötted, ugyanúgy mit csinálsz. Ennyi. Jó, na. Elég a locsi fecsiből, jöhet az időmérő. Kicseréltük az alkatrészt, oké. Hát, Monakóba gyerekek. Ez kemény lesz. Eső nem várható. Ilyet is kapnék, ha még itt esőbe kéne mennem. Well then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you have one chance to deliver a dealing with the pressure, it's more about how you approach the risk, and just how much of it are you willing to take. You're constantly balancing the car on the edge of cornering and traction. Over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong. That's why achieving a perfect lap is almost impossible. It's getting harder and harder, and it never gets any easier. Hát akkor basszák meg az agyukat. No! Na, jól kezdődik. Jól kezdődik, igen. Szvitinek boldog születésnapot. Everyone ready? Okay, let's go. Beraktuk üresbe, nagyon ügyes vagyok. Megint neki megyek a zének. Be careful with the front wing, you've taken some minor damage. Nem. 95-ösön nyomom engine.
Feló nem lehet látni a listát sajnos. Nem tudom miért egyébként. Ez már kemény év és 6-90 erre ez a szalba a top 10-ben lévő időben a futamokkal. Aha. Hát jó Martin, tudom, ezt annól a német nagy jutás sok helyen az interneten lesakkozták, hogy bezzeg ekkor, meg akkor. De valamilyen szinten akkor is, ott is Vettel hibázott. Annak ellenére, annak az esetnek ellenére ugyanúgy nem tisztelem se az FIA-t, se Hamilton, se a Mercit ennyire. Csak azt tisztelem bennük, hogy fejben sokkal jobbak most, mint a Ferrari. Ennyi. Ne legyen igazam, gyerekek, mert valamilyen szinten fáj, hogy ezt kell mondom, hogy Ferrarisként, hogy szar a Ferrari, vagy szarok a pilóták, inkább így mondom. Az autó megint jó. Tehát tavaly is megnyerhette volna a Ferrari a dolgokat, és ebbe az évben is megnyerhetné. Szerintem le fognak csúszni. No. Mit akartam? Negyedik helyen vagyunk, gyerekek. És még a legjobb harmadik szektor. Tökéletes. Hamilton, Bülkenberg, Bottas, meg ezek nem mentek. Leclerc, meg már. Hú, haver! Há, hol akartad te elengedni, hallod-e? Charles! És nem a... Xavier. Leclerc jó volt az időmérő, vagy a szabad edzéseken. Valószínűleg Kanadára viszont rajtbüntetésem lesz, mert muszáj lesz váltót cserélni. Láttam tegnap Leónak is kihagyott egy fokozatot. De utána meg megjavult, ha jól láttam. Nem volt négyese neki. Látni. Szia, Smitty. Ha te az a Smitty vagy, akkor boldog születésnapot. De várjatok, akkor mi a most vége lesz a futamnak? Egyből rakjon bele a váltót, és akkor Kanadában nem kapok büntit? Tizedik lett közben Leclerc, az egy jó hely, eddig. Jó. Igen? Na, ez jó, ez mondjuk jó dolog, ha ezt így... Hamilton csak a 16. Jó napot kívánok. Tekerjünk csak az időn.
Na, úgy látom, följött. Éppen, hogy a 8. helyre. Patrik, köszönöm szépen a osztalást. Hát akkor gratulálok, Szvitike. Na, Q2 meg lett, Leclerc épp hogy bemaradt. Sirotkin, Stroll, Hartley, Gasly és Van Dorn esett ki. És Bottas 5 rajthelyes büntetés kap, mert hogy ütközött Perezzel. Perez így, ő 12. Na jöhet a Q2. Lelőtte. Megpróbáljuk egy útra lágyat, gyerekek. Nem is volt nyitva. Próbáljunk meg egy útrát, hátha. All clear the garage, please. Car ready to leave. Nem értem, miért nem fordulott jobban az autóba az meg. Drop to P4. Leclerc is jobbat megy. Nem jó.
hülyém akar váltani az autó. Player Hearthstone, köszönöm szépen a követés. Mike, most hogyan működik az adományozás? Hát hogyan? Hát van egy link, lehet cheer-re, Twitch-en belül. Van egy link, ahol euróval tudsz, vagy bármivel, dollárral, tök mindegy. Meg hát nyilván, ha nézem, már az is adományozás. Hát gyerekek, itt azonban visszarakjuk a hiperlágyat. Ott az egyes fokozatban, ott a visszafordítóban, ott hihetetlen. Na, azért Smithy. Bekövették, köszi. Tizedik is vagyok. Se Fette, se Verstappen, senki nem, mert már 11. Jó. Menjen fel a hiper. Our best lap so far is a 1 minute 12.7. Kicsit várunk. Kerüljük az idő, hogy üresek legyünk. Jó. Engine fired, we're set. We have 2 laps of fuel remaining. To P9 with that last lap time. És még így is 9-ek vagyunk.
Zdaj ne bo so tovače vsedil v raketo. Soros lesz, úgy érzem, szoros lesz. Két Renault közébe jön szarulva, és bennmaradtunk, jó van. Perez, Ocon, Leclerc, Grosjean és Magnussen. Kiesett a két Haas, a két Force India és egy Sauber. Na jöhet a Q3. All personnel be aware, car leaving.
You've moved down to P3. Kurva lakhangok, vagy nem tudom, mi bazd meg. Less than a lap of fuel now, the tank is empty. De valamiért nem úgy vált az autó. Ha maxra felrakod, ugye akkor nem úgy vált. Mikrolaggos, igen, tehát ezek rohadzavaron, főleg egy ilyen pályán, bazd meg. Hát ez nem rally autó, hát szóljanak már neki. Hajhaj. Hát max egy helyet tudnék följebb jönni. We're expecting rain in around 10 to 15 minutes. Ugye el az eső lesz, vagy a de kedves. Meg 11 valamennyit tudtam menni ezzel. Kezd behalni a váltó is? Hát az faszok. Egyébként a váltó az 61%-on van. Na. Menjünk hátra. We've only got 2 laps of fuel left.
Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Hát azért odabasztuk a második helynek, jó lapot kívánok. Hát de bele is izzadtam, mint a szar. Hú. Én Sauberre. Ahol az izé van a Leclerc meg a Ericsson. Hú, gyerekek. 1:10.934. És mennyire vagyok? Kevesebb, mint 2/10-re vagyok Vettel idejétől. És többiek még most már neki menjenek, csak nyugodtan. Hát ez kemény volt. Hát igen, a két szektor, első kettő szektorban ott egy-egy tizedet vesztek. De brutálisan jó volt az a kör. Nem is tudom, kit kéne nézni, aki Vettel is kívül, a Bottas is. Faszom! Gyors megfordult. But before we go, let's quickly remind ourselves of our top three, who are Vettel, Ricciardo, and Max Verstappen. It's time to leave for now, but we'll be back tomorrow when the Grand Prix itself gets underway. Mi van, a Red Bullok szárnyakat kaptak, vagy mi az Isten bazze? Generált egy időt. Istenem. Húha, interjú. De hát könnyű volt, hát kösz. It's been a great qualifying session for you. Are you going to carry that momentum into the race? Yeah. You left some body work out there on the track. Were you struggling for grip? Opa. Great. Well, that's everything. Egy másodperc a vége előtt ugrott egy nagyot. I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Hát, reméljük is. Nem lesz elvileg eső, elvileg. Fejlesztünk valamit, mit kéne fejleszteni.
Szárnyat, tehát az 1040 kell. Itt még van egy valami kontroll elektronika, legyen ez is. És akkor így már tényleg legalább egyes szintűben meg vagyunk. Jó. Na nézzük, hogyan állunk. Még a motorral oké, de a gearbox 61%. Fasz lesz. Hú, gyerekek! Proper road race, and in the true meaning of the word. That was how Mr. Monaco, the late great Graham Hill, once described this iconic event. The cars we drive have come a long way in the intervening half century, but still we race on those same public roads beside the Mediterranean. Nem lepődnék meg, ha azt mondaná, lehet jön az eső. Than that of the Monaco Grand Prix. We're on the French Riviera once more this weekend at the 2-mile-long Circuit de Monaco. The cars climb around 40 meters up through Beau Rivage, onto the casino, and then descending down towards the harbour through Sector 2. It's a very short run from pole position to the first of the 19 corners here, 7 to the left and 11 to the right. There's one single DRS zone as well, so don't expect that to make overtaking any easier today. And as the drivers start thinking about getting a good start and how on earth to get through Sandevot in one piece, I have to wonder, Anthony Davidson, if we might be seeing a safety car or two today. Well, you wouldn't exactly bet against it, would you? Statistically, it is pretty common, of course. About 80% of all Monaco Grand Prix will have at least one safety car. And that's despite the incredible work of the marshals around here, who you'll often see lifting cars out of the way just under the yellow flag. Az ördögi szám 1-10-6-6-6. The team will always plan for the worst case scenario, though. And they'll be making sure various caution periods are built into their strategy models for the race. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen and a Sauber, Lewis Hamilton and Raikkonen, Sainz, Hülkenberg, Bottas and Kevin Magnussen. Grosjean, Leclerc, Esteban Ocon, and Perez, Van Dorn, Gasly, Brendan Hartley, and Fernando Alonso. They've taken a grid penalty. Stroll and Sergei Sorokin rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zenét kivettem. Igen, mert ugye ismerve ezt a puzi YouTube-ot, hogy minden szart. Állandóan be copyrightozik. Egy kiállás. Szia Ákos. Megpróbáljuk egy... Hát ez nyilván ez attól függ. Jó, menjen így. Get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. See how should be. Hát igyekszem, köszönöm szépen, igyekszem, de... Ha már így negyedik helyen be tudnék jönni, ez már maga lenne a csoda.
Ai ai, come vado a dire che fine. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Start was okay, now stay alert for threats around you. Good job. That was the fastest lap of the race so far.
away, gap to leader, 2.3 seconds. Güneşten. The gap behind us is 3.8 seconds. Bits of information. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Pit window will open in 3 laps time. Pit window opens in 3 laps. Verstappen is in the pits. We're approaching the pit window. You'll be on the super softs. We're leading our teammate by 16.2 seconds. Be careful with the front wing, you've taken some minor damage.
we're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Don't forget, box this lap. Box this lap. Box this lap. Right, come in at the end of this lap. Baszki. Köszi a hosszolás követés mindent. On this compound. Gap to teammate behind is 2.2 seconds. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. The gap to the car behind is 2.3 seconds. Ooh.
is 5.7 seconds. Most sem beszélek annyit, de azért gondoljátok csak, hogy mennyi kell gondolkozni, koncentrálni inkább. Egész jól vezethető így szuper lágyan a kocsi. Grosjean's in first place. First place is 5.4 seconds. Vettel útrán van. Az két kiállás. Elvileg. Rendszeretes az a isikú, és a többi igaz, amit mondtál. Medium TC, meg manuális vártó. Okay, gap ahead is 4.1 seconds. Our gap behind is 7.3 seconds. Hát tehát a házra föltartják, hát talán a ház van elő. Nagyon föltartja a ház. Jó, hogy jól jöttünk ki a boxból egyébként. Nem abban a vonatban, ami mögöttem van.
Magnus sen tar ifrån. We're leading our teammate by 12.6 seconds. Teammate status. Charles P7 at the moment. Gap to teammate behind is 13.2 seconds. They're on old ultrasofts. The time last lap was a 1:17.2. Petteri Kajava. Charles. Már megint kezdett Vettel. Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. Charles is in the pits. Okay, the gap behind is 13.8 seconds. Okay, car behind is now running the super soft tire. That's the super soft on the car behind. We're a plus one lap of extra fuel. Fuel target plus one.
tothom. Battery charge is low. If we turn down the ERS deployment, we can harvest more energy. Kapta a követés. Nem érzem a szájnak a sérülését, hogy úgy kihatása lenne a kanyarodásokra. És érzem egy kicsit, de most már ezt a 13 kört valahogy ki kell bírni. The gap behind us is 12.7 seconds. Okay, update on the car for you. Tires are looking very nice. Shouldn't have to worry about the wear too much right now. Science-imáncival. Na viszont nem tudom, hogy jönne safety car. Akkor érdemes lenne bejönni. Szerintem nem. The car behind is catching you at a rate of about 2 seconds a lap.
Teammate status. Charles currently in P9. We're leading our teammate by 38.9 seconds. They're on fresh super softs. The time last lap was a 1 minute 16.4. No, egy 11 kör. Vettem nagyon jól rá. Azért ne felejtsük el, hogy nekem ott a közepesen sérült szárnyam is. Működik tír. Nem lesz boxom.
Még teszteljek, én is vettem ki. Haver! Battery charge is high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Valami történt Fettel autójával, vele lassult. Jött a szár. Szegény. Ezt a spanyolországiért, meg a mostani féktesztjéért kapta Fettel. Ez azért egy kicsit tudja már, hol a helye. Gap to teammate behind is 44.5 seconds. Fettelkét még lehet Gozsal is megelőzi. Csúnyán letörhetett a szárnya az egyszerű szegény pára. Hú, a csíjét nagyon szépen köszönöd. Nem, Sipi! Drága Sipike! Nagyon szépen köszönöm a feliratkozásodat, nagyon király vagy. The gap to the car behind is 6.8 seconds.
nagyon Fettel. Meg tudja tartani a második helyét. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, Sipikém, király vagy. Let's use some of this energy. Increase the ERS deployment. We have 5 laps of fuel remaining. Valahogy bírjuk már ezt a kurva három kört. Gyorsan megnéztük, hogy az alagútba. Hol is szép a gumi. Igen, ezután jön a Rainbow. There's 3 laps of fuel remaining. Okay, we're starting to see a bit of tire wear. You shouldn't have too much trouble for the time being, but the grip is going to start falling away.
This is your final lap. Final lap of the race. Mr. Monaco Radio név. Van egyébként olyan, be lehet állítani? Ezt sajnálom ebben a játékban, egyébként Leo jól mondta, hogy a gridbe be lehet állítani a Leo-t, vagy a Mike-ot, meg minden ilyen, hogy mondja, gyakori nick neveket, bece neveket. Hát gyerekek! Mindent gondoltam, csak azt, hogy az első győzelmet pont Monakóba fogom megszerezni. És ott van! Ott van! Csibikém, ezt, neked ajánlom ezt a győzelmet, mert ilyen király vagy, hogy feliratkoztál, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Paplanszájú hatodik lett. És ott vagyunk. Milyen Fettellel? Hoppá! A két ház a pódiumon. Gyerekek! Ho-ho! És így van, Bianchi emlékére bizony. So then, it's time to see how this result affects the drivers' championship. Well, the gap of the championship has been cut down after a difficult race today. Leclerc följött a hetedik helyre. Fú, most a Sauber nagy pontokat szerzett. It's got to be Roman Grosjean. He was in another league for me today. Really impressive. And now, Raikkonen csak 14. Na, Sainz kiesett, Sirotkin 19, Alonso 18, Hülkenberg 17, Gasly 16, Bottas csak 15, Raikkonen 14, Stroll 13, Vandor 12, Huntley 11, Perez 10, Hamilton csak 9, Ocon 8, Leclerc 7, Verstappen 6, Vettel csak 5, Ricardo 4, Magnussen 3, Grosjean 2 és én 1. A dobogó az csupa. Csupa meglepetés. És ezáltal Hamilton két ponttal vezeti már csak a világbajnoki tabellát, Vettel a második, harmadik helyre most följött, megelőzve Kimi Räikkönen két ponttal, Daniel Ricciardo, Räikkönen a negyedik, ötödik Bottas, hatodik Verstappen, Grosjean följön a hetedik helyre ezzel a második helyével, Magnussen a nyolcadik helyen van, és én följövök a kilencedik helyre, így hogy 32 pontom lett, Alonso visszaesik a 11. helyre, és Leclerc pedig marad a 12. a 16. vagy 16 pontjával. Konstruktőrbe gyerekek, nagyon nagyot ugrunk előre a Sauberrel. A Ferrari átveszi a vezetést, vagy nem, eddig is vezetett. Így marad az első helyen 163 ponttal, a Mercedes a második, a Red Bull a harmadik, a Haas a negyedik, a Sauber följön most így kettős pontszerzés miatt az ötödik helyre, a Renault a hatodik, a hetedik, a McLaren ők ugye most így visszaestek, a Force India 8, és egyedül a Williamsnek és a Toro Rosso-nak nincs még pontja. Szia Vilikém, köszönöm, hogy itt voltál. Nem kell ide Ferrari szerződés, ja. Na nézzünk egy rajtot azért. Jó rajtuk volt, csak hát nem, egyszer nem bírtam betenni, nem. Hopp, ott a Renault aztán kapott mindent.
Fú, gyerekek, ez a 39 kör, ez... Ez brutális volt. Kéne nyomni megint ilyen 100%-ot ezen a pályán, mint annó Murékkal nyomtuk még a nagyon-nagyon-nagyon kezdetekból. Leoékkal, Leo Robin, Máról, Agent. 100%-ot is akkor akár esőbe is. Fú. Hát igen, a középmezőny. Itt ott ment el, vagy ott lett a legnagyobb szerencsém, amikor kijöttem boxba, akkor pont visszaértem Okon elé. Pont Okon elé kijöttem, és ugye az pont ő vezette a nagy vonatot, hogy így megúsztuk. Óban, úgy. Na nézzük, milyen büntetések voltak. Grosjean Magnussennel két ház találkozott, Hülkenberg Maxungerrel. Jól van, ügyes vagy. Magnussennel, Stroll Leclerc. Én egyszer, vagy kétszer elhagyta a pályát, Sainz kiesett, és velem ugye ütközött Vettel bácsi. Jó, elsipi a Max Hungerrel, úgy. Hát hogy ne lenne, lennék happy, ugye vagy? Hol van a csapatot? Dicsérjük. Well, looks like your luck has changed. Things went a lot better than last weekend, didn't they? Your team must be ecstatic with how you're performing. You really cut your way through the field today. What was your strategy? Appreciate your time. Hát aránylag jól válaszoltam, ilyen mindenki kapott, tehát dicsértem az aerót, a motort, a csapatot, itt minden volt, gyerekek. Király. Na most kapunk akkor pontocskát. Fotószampon, azaz. Egyre több minden van. Volt a fotószampon. Mi volt még utána? Tegnap volt még valami. Most volt a Max Hunger, vagy Max Hunger. Kaptam Xboxon achievementet, mivel egyre átnéztem Twitch Live-ot. Az jó. Ó, Team Goal is megvan. Na itt most föl fog menni minden, gondoltam. Önkill, tényleg. Önkilljed. Great work. That's exactly the kind of result I'm looking for. Keep it up. You hit your last team goal. Well done. That should get the team a nice boost to their development. And it won't hurt when it comes to your next contract for you either. Jó. És akkor azt mondjátok, hogy most rakjuk be akkor az új, mi az Isten, váltót, ugye? Bubcuska. Ugye, gyerekek, azt mondjátok. There is no penalty. Ha hülye vagy, simán. De az eventre a practice gearbox az még jó. Azzal nincsen baj.
Rog beneki mai. Igen. No. Van pontocska. Fejleszteni kéne még. Az a baj, az aerót nem bírom. És ez, erre se kéne sok pedig. Passzus kulcs. Kanadára jó jött volna. Ezek a kicsik mit jelentek? Efinenci. %7.5%-kal redukálja azt, hogy szar alkatrészt kapjak. Jó lett volna mondjuk egy azért. Vagy ezt a chases, vagy az aerodinamikát fejleszgetni. Na mindegy. Milyen achievement-el van még? De ja, az már kompletted. Hát akkor jó van. Jó van, jó van. Jöhet a next weekend. Replace gift box. A hülye vagy, simán yes. Na jön egy másik személyes kedvenc pályám, Kanada. De itt mindig én megszívom a virtuálisan, tehát... Okay, you had the new parts come through from the factory. We'll get them on the car ahead of FP1. Tehát jó. No. Kadana, tényleg Kadana. Az is volt, vannak olyan köpések, tényleg azért. Jól van, gyerekek. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm a követéseket, nagyon szépen köszönöm a hoztolásokat is, gyerekek. Smitty, üdv újra itt a csapatba. És Sipikém, nagyon-nagyon király vagy, nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkoztál a csatornámra. Remélem, hogy jól fogod itt is érezni magad ebbe a közösségben, és akkor egy jó kis Forma 1-es futamokat, vagy egyéb más live-okat is látni fogsz. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. És akkor egy pár perc szünet jön, gyerekek, aztán jövünk a srácokkal vissza. Menjünk lődözni egyet, menjünk a Rainbow Six-el, meglátjuk, hogy hogyan alakul, bízunk benne, hogy sikeresek leszünk a csapattal. Aki teheti, az jöjjön, és csatlakozzon hozzánk, és drukkoljatok, aztán majd meglátjuk, hogy hogy lesz még. Oké? Okay? Gergő, hát figyelj, ha úgy van, jöhetsz. Dávidunk lesz, én leszek, asszony lesz, az már 4 ember, még valaki esetleg csatlakozik, lehet BC kománkat is megcsörgetem. Aztán csókolom. Jó? De majd látjuk, hogy hogy van. Na, jó van, gyerekek, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, jó szórakoztatok. Feltétek, tartsatok velünk ezután is. Addig is legyetek jó. Szevasztok, sziasztok.